Minden második magyar abban bízik, hogy meg fog tudni élni kizárólag a nyugdíjából, derült ki egy friss felmérésből, hogy ezt mire alapozzák, és hogy milyen más alternatívák vannak a nyugdíj kiegészítésére. Kuduc Pétertől, a K&H biztosító divízió vezetőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Engem meglepett ez a felmérés, illetve ennek a felmérésnek az eredménye. Ezt tényleg mire alapozzák? Tehát azért nem úgy fest most a helyzet, hogy a nyugdíjunkra alapozhatunk. Így van. Európában, gyakorlatilag minden országban a nyugdíjrendszerek komoly nyomás alatt vannak. A demográfiai trendek azt mutatják, hogy egyre hosszabban élünk, egyre több évet töltünk nyugdíjasként. A másik oldalon viszont a gyerekek száma az relatív alacsony, tehát egyre több idős nyugdíjast kell egyre kevesebb munkavállalónak eltartania. Ennek ellenére ez a kutatás, ami a legalább 30 éves reprezentatív magyar lakosság körében készült, ezt mutatja. A másik oldalon viszont van egy 33%, aki úgy gondolja, hogy a nyugdíja szinte semmire nem lesz elegendő. Pont ezt akartam mondani, mielőtt kimondta, hogy ez egy magyar felmérés, amit persze tudunk természetesen, hogyha ez a felmérés mondjuk egy tőlünk nyugatabbra lévő országban készül, Németországon, Franciaországban, akkor tökéletesen értem, hogy ők így gondolják és így tervezik. Egy picit próbáljunk meg nagyon lemodellezni ezt, amiről beszélgetünk. Egy 30 éves, egy 40 éves, egy 50 éves embernek mennyit kell félretennie ahhoz, hogy a nyugdíjas korában ezt élvezni tudja, és tényleg arról szóljon a nyugdíjas élet, amiről szólnia kell, tehát a megérdemelt munka gyümölcsét ott le tudja szépen szüretelni. Kicsit másképp közelítenem, és nem összegszerűséget mondanék, hanem inkább arányokat, hiszen a nyugdíj az attól függ, hogy mekkora volt a jövedelmünk. Tehát van valaki, akinek a jövedelméhez képest még félretesz havi 10.000 forintot, és az gyakorlatilag a várható nyugdíjához képest, vagy az aktív kor és a nyugdíj közötti különbséget azt elhanyagolható mértékben csökkentheti, de viszont van olyan, akinek 10.000 forint sokat jelenthet. Az is számít, hogy mikor kezdünk el. Minél korábban kezdünk, nyilván annál hosszabb az időszak, úgyhogy én nagyjából azt mondanám, hogy akinek lehetősége van rá már a 30-as éveiben elkezdeni, annak érdemes a jövedelmének egy nagyságrendileg egy 5%-át félretenni, és hogy haladunk előre az időbe, ha az ember 40 éves korában kezd, akkor érdemesebb már közelebb a 10%-os részhez rakni. Tehát akkor bocsásson meg csak, hogy legyünk konkrétak, tehát mondjuk van egy 30 éves fiatalember, aki mondjuk keres 200.000 forintot, mondjuk, akkor neki 10.000 forintot kellene félretennie. Nagyságrendileg azt gondolom. Hát 5%-ot mondod. Így van, így van. Ahhoz, hogy a nyugdíjas évei békésen, nyugodtan teljenek. Az, hogy az aktív jövedelem és a nyugdíj között, az első nyugdíj között jelentkező különbségnek egy jelentős részét le tudja fedni. Ugyanez 40 éves korban? Ugyanez 40 éves korban már inkább a 10%-hoz érdemesebb közelíteni, hiszen ne felejtjük el, ha mai nyugdíj korhatárral számolunk, ami 65 év, azért nem mindegy, hogy 35 éven keresztül tudok félretenni, vagy 25 éven Persze. keresztül. Ez egy jelentős különbség, tehát ezért érdemes már emelni, tehát ott, ha ugyanezt a példát vesszük, akkor inkább azért 20.000 forintban gondolkodnék. És akkor nézzük a későn ébredőket, jó? Tehát 50 évesen eszébe jut valakinek, hogy úristen, hamarosan nyugdíjas leszek. Egy fillért nem tettem még félre, és akkor maradjunk ennél a nagyságrendileg 200.000-es fizetésnél. Hát ez egy nehezebb helyzet nyilván, hiszen az 50 éves már csak 10-15 év van hátra a jelenlegi nyugdíjkorhatárhoz, akkor már ez a 10%, ez egy újabb duplázódást érdemes, tehát inkább 20% az, amiben érdemes gondolkozni, de ez már egy relatív rövid időszak, tehát a tőkepiaci trendek... Azért a napi-heti-havi terheket figyelembe véve, ez már nem olyan egyszerű. Ez nem egy egyszerű, ez így van. Férfiak vagy a nők gondoskodóbbak, vagy tervezőbbek e tekintetben? Hát természetükből fakadólag a nők, akik a jövővel inkább foglalkoznak, és hát azt se felejtsük el, hogy a nők több időt töltenek nyugdíjba, tehát a statisztikák is azt mutatják, hogy ők azok, akik vélhetően hosszabban fognak nyugdíjasként élni, és ők azok, akik inkább gondolnak a jövőre, és nagyobb a szándék bennük, hogy nyugdíjcélra elkezdjenek megtakarítani. Most itt próbáltunk ugye modellezni, ez emellett, vagy ettől függetlenül mit javasol, tehát hogyan készüljük a nyugdíjas éveinkre? Én azt gondolom, hogy mindenképp érdemes megtakarítani, több lehetőség van a megtakarításra. Én azokat a formákat ajánlanám elsősorban, amelyet az állam ma támogat. Ennek a támogatásnak a mértéke, a befizetések, a megtakarítások 20%-a, ennek van egy maximális értéke. Három ilyen termék van ma Magyarországon, ami elérhető, a nyugdíjbiztosítás, a nyugdíj előtakarékossági számla és az önkéntes nyugdíjpénztár. Szerintem különböző előnyeik, hasznaik vannak, aki megengedheti, érdemes akár többet is igénybe venni, hiszen összességében az állam, ha képesek vagyunk éves szinten 1,4 millió forintot megtakarítani, akkor 20%-ot, azaz 280.000 forintot tesz hozzá. Nagyon szépen köszönöm az információt. Én köszönöm szépen a lehetőséget.